Érkeztek versenyzők az ország több pontjáról, Budapestről, Győrből, Sopronból, Egerből, Nyíregyházáról, Pécsről, Szegedről, Ásotthalomról, Kecskemétről és Pázmándról is, de a környező országok kutyásai is képviseltették magukat Ausztriából, Szerbiából és Szlovákiából. Ez a barátságos kutyaverseny, ez arról szól, hogy van 6 nagyon nagy klub az országban, akik igazándiból nem nagyon vannak jóba egymással. Nem ismerik el egymás vizsgáit, versenyeit, és gyakorlatilag mindenki a saját kis privilégiumába dolgozik. Igazándiból egymással nem nagyon tartják úgy a kapcsolatot, hogy lehetne. Én viszont mindegyik klubba tag vagyok, mindegyik klubba versenyzek, segédelek vagy kiállítok. És 10 éves kutyaiskola fennállásának ünneplése is arról szólt, a barátságos munkakutya verseny, hogy én meghívtam ezt a 6 klubot. Ez a 6 klub, ez le tudott ülni egy asztalhoz, minden klubból hívtam bírókat, ami most is így van. Most egy kicsivel megtóltuk, annyival, hogy minden ágazatban 2 bírót hívtam, és a 2 bíró nem egy klubból származik, és gyakorlatilag így prezentáljuk azt, hogy ez egy tényleg barátságos, és összeültek, és együtt tudnak bírálni, együtt tudnak dolgozni. Bár Ali köztudottan a német juhászok nagy tisztelője, a versenyen számtalan fajta megfordult az ember legjobb barátjából. Volt köztük mini yorkie, angol cocker spaniel, törpe schnauzer, belga juhász, boxer, border collie, amerikai Staffordshire Terrier, Doberman, Rottweiler, Kuvasz, Mudi, Puli, Labrador, Törpetacskó, de még keverék kutyus is. Többfajta versenyzik, nem csak munkakutya, tehát úgy értve, hogy ez az IPO gyakorlatoknál előírás, hogy bizonyos fajtáknak van meg, de itt mai napon részt vesznek olyan kutyák is, amelyek engedelmes munkát fognak bemutatni, kisebb testű kutyák, más célokra tenyésztették őket, de ennek megfelelően szintén tudnak bemutatni őrzővédő munkát, mert itt nagy mértékben az idegrendszer, ami meghatározó, hogy egy kutya az őrzővédő munkát hogy tudja mellátni, megmutatni. A barátságos verseny engedelmességi és őrzővédő kategóriákban folyt. Vegyes a felhozatal, vannak nagyon-nagyon szép munkák, és vannak olyanok is, akik csak most kezdenek belekóstolni ebbe a remek sportban, illetve, ami nagyon fontos, kisgyerekek is vannak, akik indultak, ők az utánpótlás, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy gyerekkorban megtanulják a gyerekek, hogy hogyan kell bánni a kutyusokkal. Aki kilátogatott szombaton a kiskörösi kutyaiskolába, az találkozhatott a tavalyi év magyar világbajnokával, a 6 éves Litóval, aki gazdájával, Kivágó Arnolddal megnyerte a belga juhászkutyák világbajnokságát Franciaországban. Először is kell egy jó idegrendszer, hogy ne féljen semmitől. Kell, hogy nagyon játékos legyen, így ágyja a labdát. Kölyökként nagyon sok mindent ételre tanul a kutya, tehát nagyon fontos, hogy szeresse a hasát is. De ez csak egy ideig óráig működik. Egy 3-4 éves kutya már nem nagyon tud kajával motiválni az ember, itt a labda kerül előtérben, és azért kell dolgozni. Tehát tulajdonképpen jó idegrendszer, a gazda szeretete és a labda, vagy valamilyen zsákmány megszerzésének a akarása az, ami szükség, mert ezt ki tudjuk használni a saját javunkra a képzés során. Az jól látszott, hogy Ali szokásához híven ezúttal is szívét, lelkét beleadta a szervezésbe, mely a messzebbről érkezett kutyások és a szakemberek figyelmét sem került el. A nap végén a kategória győztesek mellett külön díjak is gazdára találtak, nem ment haza üres kézzel a legfiatalabb és a legidősebb versenyző, a legjobb szukakutya, a legjobb női versenyző és a legjobb hazai versenyző sem.